Költészetnapi Fesztivál Tiszabezdéden. A helyi önkormányzat kiemelten fontosnak tartja a magyar kulturális értékek bemutatását. Évek óta szeretnének egy saját művelődési házat, de jelenleg ez a tájház ad otthont a közösségi programoknak. A 2023-as költségvetés nagy beruházásokat nem tesz lehetővé, de idén is lesznek fejlesztések, fogalmazott a polgármester. 2023-as évi költségvetés elfogadásának a legfontosabb kritériuma a település biztonságos üzemeltetése. Óvodánk, iskolánk, háziorvosi szolgálatunk, védőnői szolgálatunk és gyermekjóléti szolgálatunk működik. Erre összpontosítottunk mindenképpen a költségvetési forrásokkal. És futópályázataink vannak, amihez az önerőt biztosítani kell. Az egyik a Magyar Falu programban megnyert orvosi szolgálati lakás bővítése, a másik pedig egy természeti kincsünknek, a Kerek-Holtiszának a megközelítését biztosító vidékfejlesztési programban elnyert kerékpározható aszfaltos út. Erre raktuk vére a forrásainkat. A település mintegy 471 millió forintos költségvetési fő összegéből a Kerek-Holt-Tisza megközelítésére szolgáló út fejlesztésére 274 millió forint, az orvosi szolgálati lakásra pedig közel 57 millió forint pályázati forrás áll rendelkezésre. A polgármester azt is elmondta, hogy a helyi közintézmények energetikai beruházásait évekkel ezelőtt elkezdték, az általános iskola fűtéshálózatának korszerűsítésére terveznek még pályázni. Hál' Istennek az elmúlt években a legfontosabb közintézményeinket korszerűsítettük, hőszigeteltük, nyílászárót cseréltünk, és napelemrendszerek kerültek az óvodába, a könyvtárba, a polgármesteri hivatalra, a védőnői szolgálatra. Ami nagyon fontos kérdés még az általános iskola energetikai korszerűsítése, ott nagyon régi nyílászárók, nagyon korszerűtlen fűtőkészülékek vannak, az még előttünk álló feladat. A múlt évben közel 300 millió forintos pályázati forrásból újították fel a település csapadékvíz elvezetését. A csapadékvíz elvezetésben fontos mérföldkő volt a tavalyi év. Mindig problémás volt a belvíz elvezetésünk, vannak még fekvésű területek a településen, ahol állandó problémát jelentett a csapadékvíz, vagy a hirtelen megérkező csapadékvíz. Nyertünk egy keopos pályázatot ennek a rekonstrukciójára, és tavalyi évben átadásra került 300 millió forint értékben a település teljes csapadék vízhálózatának felújítása, megújultak a belső víz elvezető árkok is, és a belvíz csatorna elvezetéshez pedig egy modern tisztító berendezéssel ellátott gyűjtőrendszert alakítottak ki. Az év legfontosabb rendezvénye Tiszabezdéden a július utolsó hétvégéjére tervezett Tarsoly Lemezfesztivál, amely a település honfoglaláskori leletanyagához, különösképp a tiszabezdédi Tarsoly Lemezhez kapcsolódik. A rendezvényre határon innen és túlról egyaránt várják az érdeklődőket.